Sziasztok! Az szép alapján már kitalálhattátok, hogy ebben a videóban most életem első 3D nyomtatójáról lesz szó, és nem is szeretném tovább szaporítani a szót, ezt a Creality Ender 3 V3 SE típusú nyomtatót vásároltam meg. Akik követik a csatornámat régóta, azok tudhatják, hogy szeretem ezeket a 3D nyomtatott cuccokat, és eddig nem volt lehetőségem itthon nyomtatni. Eddig mindig valamelyik barátomat, haveromat, kollégámat kértem meg, hogy egy általam kiszemelt 3D-s objektumot nyomtassa ki, és már régóta fontolgattam a dolgot, hogy kéne vásárolni egy ilyet. Ez megint csak nem egy bringás tartalom nyilván, de a csatorna életéhez szorosan kapcsolódik, és előre szeretném bocsátani, hogy ez nem egy szakértői, videó és egy így csináld, úgy csináld videó, hanem itt tényleg a, a kezdeteket szeretném nektek itt bemutatni. Kifogom csomagolni, össze fogom rakni, és fogok róla egy pár szót beszélni. Úgyhogy azt hiszem, kezdjük is el. A nyomtatóval együtt rendeltem egy guriga filamentet, ezt a 3DJ-től rendeltem. Egyébként ki fog derülni, hogy ez majd mennyire jó, vagy mennyire nem. Elég mély a nyúl ürege, ahogy olvastam, és nagyon bele lehet ebbe is, is fojni, ugyanúgy, mint a bringázásba, vagy bármilyen technikai jellegű dologba. De ezt a egyszerű fehér filamentet rendeltem, próbálkozni szerintem jó lesz, és akkor majd meglátjuk, hogy hova lyukad ki a dolog. Nos, a nyomtatóról így egy kicsit magban, hogy, hogy miért ez meg, minek ez meg, hogy ez. Ez az Ender 3 szériának az egyik legújabb tagja, ez a v 3 se Ez egy eléggé közkedvelt nyomtató, vagy elterjedt, nem osz, mondom, hogy közkedvelt, elterjedt nyomtató. Az ára és elérhetősége alapján ez egy kínai nyomtató, és, és ez egy belépő szint, tehát ez egy teljesen belépő kategória a nyomtatók világába. Olyan 20x20x25-ös téglatest méretű részt tud nyomtatni. És amiért én ezt a típust választottam, választhattam volna a régebbi Ender-szériából bármelyiket igazából. Ö, nekem volt egy, egy limit, ami alatt szerettem volna, hogyha megáll ez a dolog. Ez 100 ezer forint volt, és úgy szerettem volna megoldani ezt a dolgot, utána olvasgatva, elég sok helyen, meg megnéztem jó pár YouTube videót, és azért ezt a típust választottam, mert ez viszonylag könnyen összeszerelhető, és sok olyan ö, feature van benne, vagy több olyan feature van benne, ami a kezdőknek ö, megkönnyíti a dolgát. Ezt majd a későbbiek folyamán ki fogom fejteni, hogy ö, hogyan is miért. Most csomagoljuk ki, és akkor nézzük meg, hogy mi van a dobozban. Hozzáteszem, hogy még nem volt kicsomagolva, csak éppen annyira bontottam ki, hogy megnézem, hogy nem-e samott téglát küldtek esetleg egy nyomtató helyet, de hál az Istennek nem így történt. Egész korrekt módon be van egyébként csomagolva, van benne egy használati útmutató, illetve egy ilyen saslikpálcikának tűnő, egy ilyen tisztító tű. Ebbe vannak a tartozékok. Mindenféle kis kulcs, csavarhúzó, csavarok és minden egyéb kütyümgy, tápkábel. Itt van a kijelző. Ez egy sima tekerőgombos, nyomógombos kijelző, tehát ez nem egy érintőképernyős cuccos. Egy filament tartó guriga, erre megy rá maga a filament. Azt hittem, hogy ez műanyagból lesz, de ez úgy látom, hogy egy ilyen porfestett fém alkatrész, úgyhogy ennek örülök. Ebben már nincsen semmi. és akkor itt van igazából az egyik lelke a dolognak. Ezek a függőleges vezető orsók, illetve ez a profil, és a hotend, ami a filamentet gyakorlatilag kinyomja. És itt van a nyomtatólap, illetve az alap elektronika, illetve az alsó sinek, és egy nagy tyúkbél, Hú, ez rettentően nosztalgikus, ez úgy néz ki egyébként, mint egy régi idekábel a régi számítógépes időkből. Úgyhogy ő így néz ki. És ami miatt még nekem tetszett, hogy ez már nem olyan, ö, hogy mondjam, ilyen hobbi vagy ipari kinézetű, hanem ennek egy rendes legyártott háza van, nem egy, nem egy ilyen... Egy ilyen ö, mindenféle profilból úgymond összetákolt valami, és mint láttuk, igazából három nagyobb egységből áll a dolog, ebből az alsó részből, a felső keretből, a hotendel, illetve magából a kijelzőből és vezérlőből. Ennyit kell csupán összeilleszteni, és utána elméletileg mehet a nyomtatás. Ebben úgy látom, hogy már nincs is semmi. Úgyhogy akkor ez így néz ki, és akkor most jön a fekete leves. Vagyis olvassuk el a használati útmutatót, és próbáljuk meg kisilabizálni, hogy mi hova passzol. Nagyon nagy ö, hibázási lehetőség úgy gondolom, hogy nincs. Van kettő darab t-alakú alumínium profilunk, ami valószínűsíthetően ide megy be néhány viszonylag bolond biztos csatlakozók, amiket, amit csak egyféleképpen lehet bedugni, és akkor mindjárt elkezdem ezt összeszerelni, megnézzük, hogy hogyan is néz ki és hogyan áll össze. Nos, össze is legúztam a szerkezetet. Igazából nem kellett hozzá sok idő, 20 percen belül meg lehetett ugrani az egészet mindennel együtt. Ami most történik, az pedig a tárgyasztalnak, a nyomtató lapnak a síkba állítása igazából. Ez az egyik feature, amiért én ezt vettem meg, mert ez benne van igazából, hogy nem kell manuálisan buzerálni mindenféle csavarokat, hanem ő vesz referencia pontokat a tárgyasztalról, és az alapján lövi be magának az értékeket a nyomtatáshoz. Kapunk hozzá egy SD kártyát, ez ugye SD kártyával üzemel, illetve USB-C port van még rajta, erre lehet feltolni a 3D fájlokat, és aztán ezt követően ezeket lehet kinyomtatni majd a, a gépről. Maga a gép egyébként elég stabilnak tűnik, igazából, nagyjából alap műszaki tudással össze lehet legúzni a gépet, és maga a használati útmutató az bár eléggé, eléggé ö, hogy mondjam, szűkszavú, de, de meg lehet érteni, és, és, ö, és simán, simán össze lehet rakni. 10 vagy 15 csavar kellett hozzá összesen. Kaptam hozzá egy ilyen mintafilament csomagot, ezt most nem fogom felbontani, rátettem a kilós fehér gurigát, és megnézzük, hogy így mit mutat. Most ami történik az az, hogy felfűti magát ezt a nyomtató fejet, és azt követően elkezdi majd a Z offsetet hozzáállítani, illetve a referenciapontokat venni, és az alapján bekalibrálja a nyomtatót. A lapszintezés az teljesen egyszerűen felhasználóbarát módon meg is történt. Nagyon örülök neki, hogy, hogy tudja ezt a, ezt a funkciót, és, és nem kell igazából azzal pöcsölni, hogy különböző tekerentyűkkel, meg egy papírlappal beállítgatni a, a lapnak és a fejnek a távolságát, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy benne van ez a feature. Vannak egyszerűbb nyomtatók, amikhez ugye nincsen meg ez a, ez a funkció, de meg lehet külön venni hozzá ezt az automatikus kalibráló fejet, vagy részt, vagy egységet. Tök mindegy. Az a lényeg, hogy ez, ez teljesen jól működött. Olyannyira, hogy azóta már el is telt egy hét, és el is kezdtem nyomtatni a nyomtatóval. Első körben ezt a kis benchmark hajót nyomtattam ki. Ezt arra szokták használni, hogy megnézzék, hogy milyen minőségben és milyen... Hát milyen minőségben nyomtat igazából azokkal a beállításokkal, amit megadunk a, a szeletelő szoftverben? Én a gyári szeletelő szoftverét használtam az Endernek, de ö, lehet, hogy át fogok térni másik szeletelő szoftverre, ezt majd még meglátom. Ez egy tanulási kör, tehát ezt mindenféleképpen tanulni kell. Mondom, én teljesen tök hülye vagyok ezekhez a sóhangon, és most tanulom őket, hogy hogyan is kell ezekkel bánni de alapvetően egész jól néz ki ez a kis hajó, amit kiköpött magából a gép. Ezt követően úgy gondoltam, hogy nyomtassunk már valami hasznosat is, és első ízben egy SPD, illetve SPD SL clipshez való cipőtartó akasztót nyomtattam ide a garázsba, amire fel tudom akasztani a cipőimet, lehet, hogy Tök fölöslegesnek tartják sokan, mert igazából csima szögre is fel lehetne akasztani a cipőt, de ha már van egy ilyen letölthető modell, akkor úgy gondoltam, hogy, hogy induljunk el ezzel. Teljesen jól jött ki az spd sel a sima SPD-hez viszont rosszul pozícionáltam a nyomtatólapra, vagy itt is a tárlapra magát a nyomtatványt, így az alja az nem lett kifejezetten szép, ettől függetlenül használható, és fel is fogom használni. Az spds elt azt már fel is szereltem a falra, és ott rúg rajta a cipőm, úgyhogy ezt is mindjárt fel fogom szerelni, és erre is felakasztom a, az SPD-s cipőmet. Ugyanakkor mutatnék olyat, ami teljesen el lett cseszve. ez is egy ö, ingyenesen letölthető modell alapján készült, ez egy kis autó akart volna lenni, egy Lambó, Na hát ez, ez teljesen hitvány, tehát ez ilyen vállalhatatlan hulladék lett tulajdonképpen. Úgyhogy ez megy is majd a kukába. És ami még nekem így, így kérdés, illetve érdekes lehet, hogy mennyi szemetet generálunk ezzel, mert ugye itt mindenféle ilyen támasztások, supportok, különböző a tárgyasztalon történő tapadás segítő, külön csíkok, illetve nyomtatványok lesznek, amik mind a kukában végzik, úgyhogy én erre a dologra egy külön kis kukát rendszeresítettem, ahova az ilyen és ehhez hasonló szemeteket dobom, és majd a végén meglátjuk, hogy igazából ebből az egy kilós spúlniból, ami itt fel van téve, mennyi az, ami a kukában végzi. Ezt leszeretném majd mérni, hogy mégis mennyi az, ami ilyen hulladék volt ami ehhez elengedhetetlen, hogy az ember elkezdje megtanulni azt, hogy, hogy hogyan lehet ilyen háromdimenziós objektumokat létrehozni a gépen, mert az most, hogy van egy 3D-s nyomtatóm, és vannak 3D modellek az interneten, amit le lehet tölteni, az egy dolog. De ennek igazi, az igazi potenciáját az adja, hogyha képes vagyok arra, hogy egy általam kigondolt dolgot lemodellezzek 3D-be, majd azt utána kinyomtassam itt magamnak. Ha valami kell mondjuk a bringához, tegyük fel egy bovdenvezető, vezető, lemérem, megtervezem, kinyomtatom. Na, ennek kezdek én most neki, mármint hogy ezt megtanuljam, ez nyilván nem lesz egy egyszerű történet. Nyilván azoknak, akik mérnökök meg műszaki rajzban jobban otthon vannak, azoknak ez egyszerűbben megy, vagy akik tanultak mondjuk KED tervezést egyetemen, én nem, tehát e, nekem elsősorban keresnem kell egy olyan programot, amelyikkel magabiztosan tudok majd, majd e, ilyen dolgokat csinálni. Úgyhogy most ebbe e, ásom bele magam igazából, és kérdezhetitek, hogy hogy, hogy hogy jön ez a csatornához, vagy hogy jön ez egy, ez, egy, ez egy bringás tematikájú csatornához. Nos, elég sok bringás tematikájú nyomtatott dologra. E, bukkanhatunk, hogyha az interneten keresgélünk. Nem utolsó sorban Bringát is 3D nyomtatnak már, nyilván nem ilyen PLA anyagból, hanem mondjuk titánból, illetve ö, nagyon sok ilyen műanyag kiegészítőt lehet most már legyártani ö, PLA anyagból, vagy ABS-ből, vagy amiket ez a gép ny tud nyomtatni. Innentől kezdve csak a fantáziánk és a tervezési tudásunk szab határt, hogy, hogy mi az, amit, amit le tudunk gyártani. Ez szerintem egy nagyon-nagyon jó kis dolog, és ez még húsz évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy otthon a garázsunkba gyakorlatilag egy műanyag alkatrészt legyártsunk. És egyre Szélesebb körben elterjedt, és egyre jobban hozzáférhető úgymond mindenki számára. Ennek az alapverzióját, tehát a Sima Ender 3-at ilyen 60 ezer forint körül meg lehet venni. Úgy gondolom, hogy egy mai minimálbérhez viszonyítva, körülbelül lottál árban, minthogyha 20 évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy egy tintasugaras nyomtatót meg kéne venni a boltba. Körülbelül ugyanott vagyunk most már ö, ezeknek az állát figyelembe véve. Amit még ö, itt azért szeretnék egy kicsit tuningolni így a garázson belül, szeretnék neki itt egy itt egy stabil helyet biztosítani, egy stabil, ö, normális méretű asztalt, ami később úgymond zárható is lenne. Úgyhogy, ö, ja, ez a kis kicsomagolós, illetve bemutató, ennyi lett volna. Úgy gondoltam, hogy szeretném megosztani veletek ezt a dolgot. Én nagyon, nagyon fel voltam piszkálva ezzel a témával kapcsolatosan, úgyhogy lehet, hogy közületek is van olyan, aki, akit ez a téma érdekel, sőt, aki, aki már régebb óta foglalkozik ilyennel, nyugodtan ossza meg a véleményét a kommentmezőbe, hogy mit gondol erről a nyomtatóról, mi az, amire esetleg érdemes odafigyelni, tehát ha van tapasztalatod ilyen téren, akkor nagyon köszönöm, hogyha megosztod velem. Úgyhogy ez a videó most ennyi lett volna, remélem, hogy érdekesnek találtátok, köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!